A Tiszatavi turisztikai kerekasztal tagjai valóban komolyan gondolják az együttműködést és a közös gondolkodást, hiszen csodás környezetben az Abátszalóki Szabadstrand rendezvényterén megtartott ülésen a tagok, 28 fő, egy-két hiányzótól eltekintve teljes létszámban voltak jelen. Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke is beszédet tartott. A teljesség igénye nélkül elvben, elvi alapon, és nyilvánvaló, hogy a jövőt meghatározó jelentőségük szerint kerültek ide most a mai napi témák közé. Egyrészt foglalkoznunk kell azzal, hogy milyen a legtávolabbról indulva, milyen a Tiszató marketingje, milyen a Tiszató ismertsége, és hogy milyen attrakcióknak a attrakciókra való felhívással tudjuk ide csábítani azokat a vendégeket, akik nyilvánvaló, hogy lehető, hogy ne csak egy napot töltsenek itt el, hanem legyen belőle idegen forgalom, legyen belőle szálláshely kihasználtság, legyen belőle a vendéglátóegységeknek és a különböző szolgáltatásoknak látogatója. De hogyha már a marketingünk idővel rendben lesz, és a marketing, a Tiszatavi marketing megfelelő erőt kap, és ehhez most az idén is komoly források állnak rendelkezésre, és hamarosan indul az a online kampány, az a óriás plakát kampány és televíziós kampány, ami kifejezetten az újraébredő turizmusra és most a COVID-19-es járványt követő helyzet feloldására igyekszik a Tiszató térségébe csábítani az aktív és szabadidős turizmus iránt érdeklődő, vagy ökoturizmus iránt érdeklődő vendégeket. Nagyon sokan, akik itt jártak mostanában, először jártak a Tiszatónál, amit képviselő is említett, hogy szinte a nyári időszakot, a főszezont idéző jelenlét volt a nagyobb településeken és a vízparton. Ezeknek a vendégeknek egy része most járt először a Tiszatónál. Most csodálkoztak rá először, hogy a szabad levegőn, a friss levegőn egymástól nagyobb távolságot tartva végzett kikapcsolódás az itt a Tiszatónál kifejezetten alkalmas helyszínre lehet. És ehhez köszönjük azokat a lépéseket, amit többek között a vízfelület kezelője megtett, hiszen egy gyönyörű látványban lehet része annak, aki ide érkezik. És ez a vízpartot kezelő kikötő tulajdonosoknak, vagy kikötő üzemeltetőknek is nagyon komoly szerepe van abban, hogy aki ide érkezik és először szerez benyomást a Tiszatóról, milyen véleménnyel, milyen érzésekkel, milyen élményekkel tele tér haza. És utána hány embernek mondja el, hogy milyen jó volt, és hányan érdeklődnek most már minőségi szálláshelyek iránt, és hányan érdeklődnek olyan programok iránt, ami akár több napos itt tartózkodást is meg tud tölteni tartalmas élményekkel. Tehát át kell állni, egy új fordulatot kell venni a Tiszatavi kerekasztal lovagjainak, vagy ahogy mondhatnánk, a turisztikai attrakciók iránt elkötelezett szereplőknek, hiszen olyan ökoturisztikai attrakció a Tiszató, amely mellette az aktív turizmust is képes támogatni, a szabadidős és a kulturális turizmust is. Van, aki rendezvényszervezésben érdekelt, van, aki szálláshelyszolgáltatásban, van, aki a kölcsönzésben, van, aki a vízisportokban, és van, aki abban, hogy ezeket a szolgáltatókat összefogja. És azért is köszönöm, hogy itt vannak a marketinges szakemberek, mert az elmúlt hónapok arról is szóltak, hogy egy olyan stratégiával álljunk elő, hogyha felszabadul a járvány miatti korlátozás, és lehetővé válik a vendégek idecsábítása a Tiszatóhoz. Mondhatnám úgy is, hogy ezzel már nem leszünk diszkomfortat, tehát nem fogjuk zavarni a társadalom érzékenységét, hogy miért csábítjuk mi ide akár tömegturizmusra a vendégeket, és sikerült egy olyan rendszerbe foglalni akár marketing terveinket is, amivel hatékonyabbá tudjuk tenni az eddigi kommunikációt. Nyilván a Tiszatónak meg kell találni a saját szerepét, a saját jövőképét, és ehhez persze fel kell mérni a piacot, ahol az új kínálatait kínálja, és itt a szabadidő hajózás, ami egy vadonatúj eleme lesz a tiszatavi kínálatnak, ez például már arra hajaz, hogy akár a balatoni vitorlásokkal, akár a dunai hajózással szemben képezzen egy alternatívát. És hogyha ez a fajta szabadidős turizmus megjelenik, akkor olyan vendégkört fog vonzani, amely vendégkör nem csak a magas minőségű szolgáltatásokra lesz kíváncsi, amit például ezek a hajók képesek nyújtani, hanem a parti szolgáltatásokra is. És hogy ezt a vendégkört megtaláljuk, most már a Tiszatavat nem elég az ország határain belül reklámozni, ki kell lépni egy nemzetközi szintérre. Tehát az online marketingünket, akár a többnyelvűséggel, a televíziós kampányt is, akár a desztináció felkutatásával, és a plakát kampányt is, akár a Tiszató környékéről az ország más területeire való áttelepítésével,
ki kell alakítani azt a stratégiát, amivel vonzóvá tudjuk tenni egy távolabbi térségben élő embernek is a Tiszatavat, és akár úgy tervezheti azt a nagyon nehezen kiizzadt nyári szabadságát, olyan helyen töltesse el, ami tényleg élmény és tényleg erő.